Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolat, amit tervez veled, hogyan érzi magát, mit érez irántad és mit fog tenni? Bizonyára hallható a háttérben, hogy vihar van, esik az eső, török, villámlik. Remélem, hogy lesz áram, mert itt Mallorca szigetén bizony gyakran előfordul, hogyha vihar van, hogy elmegy az áram, és itt vagyunk villany nélkül, gyertyafényben. De azért remélem, hogy ez nem történik most meg, hiszen akkor nem tudom a videót sem elkészíteni. Szóval megnézzük először azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez, az itt középen látható a nap, az megvilágít valamit. Megvan a magabiztos fellépése, ez a kisugárzása, de az egerek azt jelenti, hogy fél attól, hogy elveszít téged, vagy hogy mások nem veszik őt észre. Az érzelmeit itt látjuk, megjelenik a felhő, ami olyan, mint egy fátyol, valami átláthatatlan, néha magabiztos, néha vannak félelmei. De megváltozik a helyzet, hiszen a gólyák jelentik a változásokat, és itt a csillag szerencsét hoz. Azon kívül itt a csillagok mutatják azt is, hogy ő a megfelelő időben, a megfelelő helyen lesz, ahogy ő ezt érzi. Minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Közeledik hozzád, úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni, és a gyermek jelentheti a gyermek áldást, a gyermekeket, de utalhat egy új kezdetre is. A horgony nem csak a biztonság érzetét jelenti, hanem utal a munkára, a hivatásra, lehet, hogy a munkahelyen is lesz egy új irány. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt újra a nap van, tehát tényleg kisüt a nap, megvilágít valamit, vannak tiszta gondolatok, tervek, azon kívül ő látni akar téged. Itt megjelenik a nyilvánosság, tervezi azt, hogy megjelentek a nyilvánosságon, vagy keresi veled a kapcsolatot, és úgy tesz, mintha ez a találkozás a nyilvánosságon véletlen lenne. De a nap jelenti azt, hogy látni akar téged. Akkor is, ha valami átláthatatlan, itt a madarak jelentik a mozgást, a könnyűséget és a beszélgetést, tehát beszél olyan dolgokról, ami átláthatatlannak tűnik számára, és tisztázni akarja ezeket a dolgokat, tisztán akar látni. Itt a kutya jelentheti a baráti kört, lehet, hogy ott vannak ezek a nézeteltérések, vagy a kutya jelenti a hűséget, és pontosan erről akar beszélni, vagy azt jelenti, hogy ő nem bízik meg benned, és fél attól te valakivel találkozol a nyilvánosságon, vagy az interneten keresztül, és fél attól, hogy elveszít téged, mert az egerek szimbolikusan téged is el tudnak távolítani a környezetéből, vagy az is lehet a téma, hogy te nem bíztál meg benne, és ő úgy gondolta, hogy te azt hiszed, hogy ő másokkal találkozik, de itt látható a gyermek, hogy ő ártatlan, és ezt akarja bebizonyítani.
Itt lezárulnak bizonyos dolgok, például a felhő, ami átláthatatlannak tűnt, és lesz egy szerencsés fordulat. Itt van a remény, hogy előre mennek a dolgok, az is lehet, hogy tervez veled egy utazást. Ó, dörög villámlik. Itt van a kereszt, ami jelent egy találkozást, hiszen a sors utatok kereszteződik, amit itt a kereszt még jelenti a hitet, hogy reménykedik abban, a hajó jelenthet reményt is, hogy te hiszed azt, hogy ő ártatlan. A kereszt jelenthet döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és töprengetek azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt újra a lovas férfi van. Ez jelentett egy férfit is, és fél attól, hogy te megismerkedsz valakivel, például a munkahelyen, de a lovas férfi jelenti általánosságban a mozgást, hogy közeledik hozzád, előre mennek a dolgok, tervez veled egy utazást. Az ő jelenlegi helyzete, itt a környezetében azért még vannak viták, veszekedések, nézeteltérések, lehet, hogy a baráti körben, az ismerősöknél. A te jelenlegi helyzete, itt vannak a csillagok, szerencsét hoznak, lehet egy spirituális terület is, hogy az a hivatásod. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!